Sárga borsóleves, bakonyi sertés ragú párolt rizzsel. Ez volt a hétfői menü a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.-nél. A Tolnai megyeszékhely központjában álló épület parkolójából 15-20 adag ebéddel gurult ki a vállalat autója, és vitte át a meleg ételt a Babits Mihály Kulturális Központban kialakított oltópontra. Ez a vállalat is csatlakozott ahhoz a négy másik vendéglátóipari egységhez, amelyek elhatározták, hogy segítik azokat, akik erőn felül teljesítenek a koronavírus elleni küzdelemben. Ingyen ebédet szállítanak ki az oltások szervezésében és lebonyolításában résztvevők számára 5 héten keresztül. Minden héten másik cég teszi ezt meg. Ezzel is próbáljuk segíteni az ott dolgozók munkáját. Ugye közös érdek, hogy minél hamarabb túl legyünk a járványon, minél többen be legyenek oltva, mi ezzel próbálunk hozzájárulni. A másik pedig valamilyen gombás ragú. Bellingel Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója úgy véli, ez nagy segítség az orvosok, védőnök, adminisztrációban résztvevők számára, mert sokszor nincs idő arra, hogy félórás ebédszünetet tartsanak. Gőzerővel zajlik a koronavírus elleni védőoltások szervezése és lebonyolítása jelenleg is a központban kialakított oltóponton. Eddig talán a legtöbb vakcinát olyan 3-350 embernek adtuk be egy nap, de tervek szerint húsvét táján elérhetjük azt a létszámot, hogy akár 4-500 fő is naponta ide jöhet az oltópontra, és akkor már akár 4 vagy 5, sőt akár még 6 orvos is tud egy időben itt oltani. A Babits Mihály Kulturális Központban kialakított oltóponton közel 200 munkavállaló dolgozik.